Ma van a Székely Szabadságnapja, az 1854. március 10-én kivégzett székely vértanúk emléknapja. 10 éves hagyományként a székelyek ma is petíciót fogadnak el, amelyben Székelyföld autonómiáját követelik a román kormánytól és a parlamenttől. A beadványt a szervezők ma délután adják át a bukaresti kabinet helyi képviselőjének Marosvásárhelyen. A megmozdulás első állomásáról, Sepsiszentgyőrről Száva Enikő jelentkezett. Önrendelkezést követelnek a résztvevők. A Székely Nemzeti Tanács ugye 10 éve folyamatosan megszervezi a Székely Szabadság napját, amelynek lényege az, hogy emlékeztesse a székelyeket arra, hogy nem tesznek le az autonómia követelésekről, és mindezt egy petícióban fogalmazzák meg, követelések formájában, amelyet eljuttatnak ugye Románia kormányához és parlamentjéhez.